Mindig vissza kellett kérdeznem, mit mondtak az emberek. Beszéltek hozzám, és nem hallottam, vagy csak nagyon-nagyon halkan. Mielőtt Pamela hallása rosszabbodni kezdett volna, két évig fájt a füle. Így emlékszik vissza a kezdetekre. Csak egy kis fájdalom volt a bal fülemben. Elmentem az orvoshoz, aki azt mondta, hogy csak el van dugaszolódva. Tisztítsuk ki. Megtették, és semmi nem változott. Kitisztította, rendben gondoltam, egy fültisztítás nem olyan nagy dolog. Azt hittem, ezzel meg is oldódott. De a fültisztítás után semmi sem változott. Minden olyan volt, mint régen. A fájdalom időszakonként jelentkezett, aztán elmúlt. Az időjárással, a nyár közelettével javult a helyzet, de idővel a hallásom fokozatosan egyre rosszabb lett. Végül már nem nagyon értette az embereket. Ha a bal oldalamon álltak, akkor nem hallottam őket, szembe kellett állnom velük, és úgy a szájukról tudtam olvasni. Aztán 2015. júniusában bekapcsolta a 700-as klubot. Abba hagytam, amit éppen csináltam, és felhangosítottam a műsort. Tudtam, hogy hamarosan imádkozni fognak, amikor Terry szólt. Süketséget tapasztal a bal fülén évek óta, de a hallása fokozatosan romlott. Isten meggyógyítja most önt, a fülei azonnal megnyílnak, és újra tisztán fog hallani. Vegye át a gyógyulását Jézus nevében. Azt mondta, hogy ez nekem szól, és elfogadom a gyógyulásomat Jézus nevében. Erre a fülem elkezdett pattogni. Úgy, mint a popcorn. Na, nem annyira gyakran, de pattogott, és megnyílt. Hallása napról napra javult, amikor egyszer csak észrevette, hogy teljesen meggyógyult. Azóta Pamelának nem voltak fájdalmai, és mindent remekül hall. Úgy örülök, hogy rendesen hallok. Szeretem hallani a hangokat és a gyerek zsivajt. Ez olyan jó. Nem szabad abba hagyni az imát és a hitünk gyakorlását, mert Isten igéje igaz, attól függetlenül, hogy látható-e már. Valljuk meg az igét, és meg fog történni.